Köszönjük szépen ezt az első tapsot, amelyet nekem köszönhetik, Bognár Szabolcs érdemelhet ki közülünk. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Pécsi Vivát Bacchus énekegyüttes nevében. Először is hadd köszönjük meg, hogy eljuthattunk ide, mert ugyan nem messziről jöttünk, és ennek mi nagyon örülünk, de itt még nem volt szerencsénk énekelni, és nyugodtan mondhatom, hogy ezt a mai műsort mi is élvezni fogjuk, mert számunkra olyanok a körülmények, szerintem a közönség összetevődése is olyan lesz, hogy mit is hoztunk. Köszönjük szépen! Most már egész biztos is vagyok benne, hogy mit is hoztunk. Hát, mi egy olyan együttes vagyunk, hogy gyerekkorunk óta meghatározó szerepet tölt be életünkben a dal, az ének, és hát bizony ezen munkálkodtunk egész kicsi korunk óta mindannyian, és mióta nagykorúak lettünk, nagyon sok, igen, tegnap előtt óta, nagyon nagy szerepet tölt be életünkbe a bor, méghozzá a magyar bor, mert nagyon megszerettük. Jó, hát én vagyok a sofőr, úgyhogy én egyáltalán is ittam, de most így az elmúlt időre vonatkozik. Na, ezt a két dolgot fűztük össze, fűzögetjük idestóba 11 éve, és szeretnénk a mai este folyamán megmutatni, hogy mire jutottunk. E tekintetben egy olyan dallal kezdjük, amely talán a mi zeneszerzőnk Balázsi Szabolcsnak az első olyan műve volt, amire még mi is felfigyeltünk. Nevezetesen Petőfi Sándor Üresen áll című verselményét hangolta a mi torkunkra. Ez következzék most. Úgy énekeljük, mint 5 éve? Nem. Üresen áll... Ne, jó.